Sziasztok! A mai videónkban a highlighter helyes használatáról szeretnék nektek egy kicsit mesélni. A highlighter az egyik személyes kedvenc termékem, mert nagyon könnyen, nagyon látványos hatást lehet vele elérni, hogyha fáradtak vagytok, vagy ha esetleg egy nappal is minket szeretnétek estivé átalakítani, akkor ez a legegyszerűbb és a leggyorsabb módszer. Különböző állagú és színű highlighterek közül válogathatok. Van ceruza, krém, folyékony, illetve porállagú highlighter. Én a mai alkalommal egy krémes highlightert fogok használni, aminek gyönyörű aranyos ragyogása van, és ez színben harmonizál a sminkemhez. A highlightert az arc éleinken használjuk, azokon a részeken, amiket ki szeretnénk emelni. Tehát itt az arccsont felső részén, az arccsont felső részétől a hántékvonaláig. Szépen eldolgozzuk. Keveset az orromra is teszek. Illetve az ajkam felső részére, erre a kis puha részre. Illetve közvetlenül a szemöldök alá. Figyeljetek arra, hogy színben harmonizáljon a highlighter színe a sminketekéhez. Összefoglalva az arc felső része, a szemöldök alatti rész, picit az orrotokra és ide az ajkatok tetejére használjátok a highlightert. A zsíros arcbőrűeknek nem javaslom a highlighter használatát, ők mellőzzék az extra ragyogást.